Az árupénzek, mint a só vagy az árpa, hosszú távon nem tudták betölteni a pénz szerepét. Mivel az emberek a szükségleteik kielégítésére is használták őket, az áruk folyamatosan ingadozott. Ha rossz volt a termés, értékesebbé vált az árpa. Bőtermés esetén pedig olcsóbb lett. Olyan dolgot kellett találni a pénz szerepére, amely nincs kitéve a piaci áringadozásoknak, és jól megőrzi az értékét. Ez lett az arany és az ezüst. De miért éppen ők? Az aranyat és ezüstöt nem használták a mindennapokban. Túl lágyak voltak a szerszám készítéshez, nem lehetett őket elfogyasztani, és még meleget sem adtak. Volt bennük azonban valami, ami elbűvölte az embereket. Ezek a fémek örök életűek voltak. Nem rozsdásodtak, mint a vas, nem korhattak el, mint a fa, nem haltak meg, mint az élő lények. Ez tette alkalmassá az aranyat arra, hogy a nap, az ezüstöt, hogy a hold jelképe legyen, hiszen ezek az égitestek ugyancsak az örökké valóságot, az istenségeket szimbolizálták az emberek számára. Kezdetben az ókori Mezopotámiában a templomok sötét pincéjében őrizték az aranyat és ezüstöt, halandó ember nem láthatta őket. Később az ókori Görögországban és Rómában már pénzérmék készültek belőlük, ezek azonban továbbra sem az emberek zsebeiben csörögtek. Helyette bankházak biztonságos rejtek helyein pihentették őket, a bankárok pedig egy elismervényt adtak át az embereknek, amit ha akartak, aranypénzre válthattak. Ezt nevezzük bankjegynek. Amikor valaki ilyen bankjeggyel fizetett, tulajdonképpen az arany a tulajdonjogát adta át valaki másnak. Ezt az aranyra váltható bankjegyekkel működő rendszert aranypénzrendszernek nevezzük. Ha nem is teljesen az eredeti formájában, de valamilyen szinten egészen 1971-ig kötődött a pénz az aranyhoz. Azóta viszont már teljesen elszakadt tőle. A mai pénzünk már hitelpénz, amelyet hitelnyújtás útján a semmiből teremtenek a bankok.